vagyok az egyenes beszédnek, és nem kenyerem a mismásolás. Úgyhogy tedd, amit mondok, kérlek szépen, hogy elmeséljek pár dolgot neked. Baltazár a 65-ben készült Bresson filmnek a főhőse, egy fantasztikus szamár csacsi, aki egy missziót tölt be ezen a földön, és ezért nagyon szerettem volna, hogy ezek az emberek, akik szerintem nem véletlenül vannak így ebben az állapotukban, ezért őket Baltazárnak hívják. 8 éve létezik a Baltazár Színház, és 7 éve létezik az ő, mondhatom, hogy főiskola szintű képzésük. Hát a 7 év alatt rengeteg mindenki megfordult, és rengeteg fajta típusú tanár, tehát nem csak színészeket képző emberek vannak, akik mondjuk beszédtechnika vagy mozgás, hanem általános műveltséget tanító tanár. Hogy a harcművészetek az nagyon fontos, tehát hogy a nyugat és a keleti kultúra egysége legyen meg nálunk. És ami a legfantasztikusabb, hogy szeptembertől elindítottuk a művészeti képzést bárki számára. Tehát nálunk úgy kell elképzelni az épületet, hogy a felébe a Baltazárnak van képzés, és a másik részben pedig gyerekkorcsoportok, felnőtt, integráltan, balett, képzőművészet, hangképzés, nagyon sok mindenfajta táncok, kortárs tánc, ritmus, néptánc, mindenfajta van, és bárki jöhet és tanulhat. Még 2 éves gyerek nincsen, de már azt hiszem, hogy 5 éves a legfiatalabb. Tehát már 5 éves gyerekek járnak hozzánk. Velük való találkozást megelőzte egy belga társulattal való találkozás, ami az egész ötletet adta nekem, hogy én itthon keressek egy társulatnyi embert. És amikor ez megfogalmazódott, ez az ötlet, de nem utána már 2 hét alatt, mint a szélvész, végig szágódottam így az országon komolyan, és így hintettem mindenhol ezt az akaratomat, vagy ezt a kívánságomat, hogy jöjjenek, akik velem akarnak dolgozni. És így lettek ők. És itt nagyon fontos volt, hogy egy pár hónapnyi előzetes munka után azt mondtam, hogy akkor most az maradjon, aki igazából színész akar lenni, és akinek ez a dolga ebben az életben. Úgyhogy ők döntötték el. Ez egy kemény munka, amit ők csinálnak. Tehát ilyen odaadással, maximális odaadással kell csinálni. Divatos esély egyenlőséget emlegetni akkor, amikor róluk beszélünk, sérült és fogyatékkal élő gyerekekről, fiatalokról. Milyen esélyt kínál föl nekik? A művészet az nagyon jó terület erre. Tehát én sportoló voltam, tehát talán az kézenfekvőbb lett volna, hogy a sportban, de a sportban lehetetlen. A művészetben viszont minden lehetséges. Úgyhogy ez az esélyegyelősség itt maximális. Nem, hogyha tényleg a startvonalnál itt nem számítana semmi. Az a jó, hogy itt tényleg önmaguk maximális kibontakoztatása lehetséges. De állandók alakját a vándorlás mögött ott áll a forma. Vízhangot üt, hogy képzeletben azt rásd, ami lényének legvalóbb valója. A
Moulin Rouge, az pedig egy szójáték, a Moulin Rouge a párizsi kabaré. Hát én ott éltem 5 évig, tehát azért párizsi hatás van, és a Toulouse-Lautrec világa az hozzám nagyon közel áll, és ott is nagyon furcsa emberek világát festette meg, amit mi is megfestünk itt. De ez a játék, ez a Moulin Rouge, Moulin Rouge, az a többlet, vagy az a mássága, amivel egy Baltazár más, mint egy párizsi kabaré. Azt jelenti, ez úgy kellett elképzelni, mint egy idő után a darab így a 10 centivel a föld felé kerül, és így elszáll. Tehát valamitől ez így a pályán kívül kering utána már. Nem, ez az érzésem, időn kívül lesz. Tehát az időről szól, de aztán egy pillanaton múlva időn kívül leszünk. Az idő múlásáról szól. Az igazság, az őszintességről, az igazi énről, a világról, szerelemről, amiről ők szeretnének beszélni, és én pedig rajtuk keresztül. Mondj csak, tudod te, mi a lélek? Most abszolút komolyan beszélek. A lélek az valami láthatatlan. Ha látom magam mindig másik arcban, most megmérem, hogy hány éves vagyok, hogy mennyit éltem, a lelkem mutatja, hogy mennyit nem, arról meg hallgatok. Az időtől lesz a léleknek arca. Csináltunk egy előadást, az a cím, hogy Aki nevetve született, és abban tudtam igazából megfogalmazni, hogy mi ez a misszió, hogy egy magyar faluba születik egy kislány, és egy keleti országból jött küldöttség az ő elhunyt uralkodójukatnak az utódját ebben a kislányban vélik felfedezni. És ugye arról szól az egész, hogy tulajdonképpen nem kell messzire menni, mert ezek a nagy emberek köztünk vannak, és méghozzá olyan alakban, mert nem biztos, hogy azt látjuk, ami valójában, amik ők valójában. Tehát ez, amit látunk, az nem biztos, hogy egyezik azzal, ami a valóság. Nem minden az, aminek tűnik. Tehát a felszín alatt nagyon sok minden dolog van, és így alá kell mászni, bányászni kell. És a színészek ezt mutatják meg, azt hiszem, minden pillanatban, hogy meglepnek, tehát váratlanul meglepnek, és az én dolgom csak az, hogy olyan szituációba helyezem őket, ahol ők igazán önmaguk lehetnek. Minden percben csoda ér. Tehát az, hogy meglepődöm, az nekem nagyon fontos. Tehát ebben nem lehet belefásulni. Tehát ez minden percben egy ilyen óriási érzelmi töltést ad. Nekem erre szükségem van. Én egy olyan ember vagyok, akinek erre szüksége van. Ez itt megadatik. És olyan adatik meg, amit, tehát én hiszek a színháznak az átütő erejében, a felkavaró erejében, én hiszek. Hiszek abban, hogy egy színház, még hogyha 100 ember közönség előtt játszik is, akkor is, most akkor ezzel a szóval visszakajadunk, forradalmat tud csinálni. Tehát azt jelenti, hogy változást okozhat az emberekben, én ebben hiszek. Azért hiszek, mert hogy bennem, tehát én, mint néző, bennem okoz ilyeneket a színházi előadás. Egyes színházi előadások igenis okoznak változást. Úgy van.
hová? Én dolgoztam a Összefogásipari Szövetkezetbe kint, hát Csömörön, mert hogy ott van egy lakásom, és ott dolgozom, és akkor hát odajött a Dóri, akkor odajött, és hát megkérdezte, hogy nem lenne kedvem ott dolgozni, mert már 8 éve csinálom a színházat, de akkor még nem volt a hivatásom, és megkérdezte, hogy lenne kedvem odajönni dolgozni. Én megmondtam, hogy miért is ne. Tehát, és akkor így csatlakoztam a társulathoz, tehát most már egy idős tova 7 éve dolgozom itt a csapattal. Hogyan kezdted? Fú, hát én így gyerekkorom óta ebben foglalkozom, ilyen pici korom óta, és én mindenféle színjátszókörökben, még valami hasonló, de amúgy meg így táncolok, tánccal foglalkozom konkrétan. Azt láttam, hogy itt a próba alatt is fantasztikus mozgáskultúrádban. Kitől tanultad? Így születtél? Hát jártam iskolába, meg a Margot Istvántól, Koltai Judittól, az Angelus Ivántól, ilyesmiktől. Te és mikor, hogy fedezted föl, hogy neked ilyen rendkívüli képességeid vannak? Kiváló színész alany vagy. Hát azt hiszem, hogy úgy, hogy így elkezdtem csinálni, és aztán meg így mindenki mondta, hogy jó. Jó, és így egyre többet csináltam, és dolgoztam. És aztán, nem tudom, én 18 éves koromig színházzal, drámával foglalkoztam, aztán meg így, hogy ki mit tudom, csináltam egy ilyen táncelőadást, és azt azóta meg így táncolok, meg így mindenféle együttesekben, a srácokkal, mindenkivel. Mi jelent még örömöt számodra ebben a művészetben, ebben a munkában, amit ti csináltok? Hát igazából a munka, amikor így maga az egész elkészül, az az idő, az a folyamata, hogy így minden nap változik, és minden nap új dolog jön létre. Na, ez, azt hiszem, hogy ez nyújt örömet leginkább. Ezeket szeretem. Amióta színész vagyok, mert az apám is színész, itt is játszott, Nyíregyházán, itt jártam óvodában, és apám kapott díjat is, és... Ő a példaképed, édesapád? Az ap... Igen. Akkor biztos láttad őt már több szerepben. Te milyen szerepet szeretnél még eljátszani? Én ezt a dalabot szeretem nagyon. Melyiket? A Múló Rúst, mert nekem az első bemutatom volt, ez a Múló Rúzs. A második bemutatom, aki nevetve született, és utána a Gondolám szívesen. Beugróként. Neked hogy jutott eszedbe, hogy te is megpróbáld? Az az igazság, hogy én régen annó kosárlabdáztam annó, és kultúra kellett a sporthoz kosárlabda mellé, és a színház az kultúra, kosárlabda meg sport, és ezt a kettőt próbáltam valahogy ötvözni, de hát színház megmaradt sajnos, illetve nem sajnos, az a sajnos, hogy a kosárlabda az elszánt, úgyhogy maradt a színház. Szeretetet is nagyon sokat kapunk a nézőtől, és ez nekünk fontos, mert mi ilyenek vagyunk, amilyenek születtünk, és az álmot tetszett mondani. Én az álmom, amikor egy virág kinyílik, egy fehér lovag áll, és mint Romeo és Júliaként, ilyen szerelmi álom, plátói szerelemről van szó, és ahogy reggel van, ahol valahogy idegenek érzem magam. Idegen hely, idegen hely.
ideben jó. Most jó volt, Feri? Most jó.